Régen történt. A férjem elhatározta, hogy meglepengem egy valentín napi lakosztályjal egy fér első helyen lévő foházi üdülőben, az Ozark hegység felső területén. Papíron ez extra romantikusnak hangzott. Elvonulni kettesben oda, ahol senki sem zavar. Tudtam, hogy talán igyekszik élénknek, játékosnak mutatkozni, mondván. É, hiszen Valentin nap van tehát kacérruhát viseltem, és igyekeztem egész úton nagyon izgató lenni. Sajnos mondhatni a brossúra hazudott. A falhás semmiben sem hasonlított az online bemutatóthoz. Ehelyett egy telpeszkedő, többszintes bungalót láttunk, amely átvitt a cédrus fák felett. Végső soron egy gólyalábakon álló rozoga ház volt. James nagyon mérges volt, nekem sem volt jó kedvem, de hát már kifizettük a letétet, így nem tudtuk csak úgy lemondani és elmenni. Sok pénzt dobtunk ezzel ki, mondalom sem kell, így hát nem valami jól kezdődött a mi elvonulásunk. Amikor elfoglaltuk apró szobánkat, észrevettem, hogy vihar közeleg. Kell-e aggódnunk amiatt, hogy ez a hely itt összedől majd, vagy ilyesmi? Kérdeztem. Nem akartam pessimista lenni, de könnyen elképzelhető lett volna hogy az egész épület egy enyhe szellőtől is összeomlik. Minden esetre legyünk az ajtó közelében, javasolta a férjem. Még ha minden nagyon rossznak is látszott, a lehetőleg jobban akartam kiasználni az együtt töltött időnket. Végül is nem csupán a helyről szól ez az egész. Igazán a férjemmel akartam lenni. Vegyünk egy forró fürdőt, indítványoztam. James nem ellenkezett, így megeresztettem a vizet. De úgy tűnt, egy örökké valóságig fog tartani, amíg forró lesz, és akkor is csak pár percig maradt forró. Ez enyhén szóval nagyon kiábrándító volt. Hát, akkor szerezzünk egy üvegbort, javasolt a fődés helyett a férjem. Nem volt kedvem vitatkozni, kezdtem frusztrált lenni, ami minden katasztrófába fordul. Ő pedig kifutott a kocsihoz a szakadó esőben, és behozott egy üvegbort meg egy dugóhúzót. Azzal ugrattam, hogy milyen szexi így bőrigázva. A konyhaszekrényhez ment, és elővett két boros poharat. Aztán töltött, mielőtt pohár köszöntőt mondott volna, hogy szebb emlékeink legyenek. Ahogy elkezdtük inni a bort, valami furcsa vibrálást éreztem, vagy mondhatni, előérzetem támadt. Arra gondoltam, micsoda őrület lenne, ha James valahogy elharapná a poharat, a szilánkok pedig elvágnák a száját. Néhány pillanat múlva pontosan ez történt. Éppen újra korcsolt a borból, amikor a pohár valami módon eltört a szájában. Ő pedig fuldokolni kezdett. Úgy láttam az egész szoba lassítva mozog. Pánikba esve kezdtem verni a hátát, remélve, hogy ettől elmúlik a fuldoklás. Majd kérdeztem, hogy akarja-e, hogy hívjam a 911-et. Tagadólag rázta a fejét és küszködött hogy ki tudja hányni a vért. Némán azt mutogatta, hogy segítsek neki kimenni a szobába, ahol a fogkeféjét használta önmaga hánytatására. Csak álltam ott, miközben üvegszilánkok hullottak a vécébe. E kis megpróbáltatás után ágyba bújtunk, és nem is nagyon szóltunk egymáshoz. Őszintén szólva kezdtem arra gondolni, hogy ez a faház kísértetjáta, vagy valami ilyesmi. Végül James azt ajánlotta, hogy talán ehetnénk valamit, és végig telefonálta az itteni helyeket, hogy honnan tudnának kiszállítani. Ekkor a vihar olyan erőssé vált, hogy minden egyes széroham valósággal megrázta a házat. Rémisztő volt, de igyekeztem pozitívan nézni ezt az őrült helyzetet, ami igazán nem volt könnyű, különösen azután a fuldoklós incidens után. Úgy látszik, pizzát kell rendelnünk jelentette James, miután 15 helyet végig telefonált, és a hangja igencsak reketnek tűnt. De úgy vélem, nem volt olyan rossz, mint lehetett volna. Nem igazán érdekelt, mert ekkor már nagyon éhes voltam, és valószínűleg bármit megettem volna. Nagyon jól hangzik. Hazudtam. A sofőr pedig kijelentette, hogy 40 percbe fog telni, amíg ki tud jönni. Így hát megragadtuk az zuhanyt, amíg váltunk rá. Egy pillanatra el is felejtettük a sok rosszat, amin keresztül mentünk. Amikor a futár megérkezett az ételünkkel, én nyitottam ajtót, és nem is tudom, miért nem vesződtem a felöltözéssel. Talán nem találtam fontosnak. Egy fiatalabb fickó volt az, talán a húszas évei közepén járhatott, és nem lehetett valami nagy tapasztalata a nőkkel, mert ahogy bámult engem, én pedig, hogy őszinte legyek, nem sok teret hagytam a képzeletének. Mennyi? Kérdeztem, miközben úgy tűnt, hogy ő egészen elfelejtette, minek is van ő most itt. Eldadogta az árát, majd átadta a pizzát. A pénztárcám a kocsiban maradt egy pillanat, mondta James, kirohamva az autóhoz. A pizza futár követte. A pizzás dobozt a kezemben tartva néztem őket az ablakon át a szemem sarkából, amikor valami furcsa dolog történt. Úgy láttam, mintha a futár hátulról fejbevágná James valamivel mint később kiderült, egy gumiabroncsvas volt az, mert a férjem néhány percig eszméletlenül hevertettől a földön. Nehezen tudom a félelemnek azt a pillanatát igazán híven leírni. Tudtam, mi történik, de nem voltam képes elhinni. A fiatal srác visszajött hozzám, ahogy ott álltam, bénultan tartva a kezemben a pizzás Kés volt a kezében, és úgy tűnt, hogy könnyedén át tudná vágni a torkomat. Követelte, hogy feküdjek az ágyra, és kössem ki magamat. Felmásztam a matracra, ahogy irányított, és minden erőmet összeszedtem, hogy ne sírjak. Azt akarta, hogy a lepedőket használva kössem ki a kezemet és a lábomat. Úgy bömböltem, mint egy kis baba, elmondva neki, hol van a pénztárcám. Csak vegyél és menjen. Esküszöm, nem hívjuk a zsarukat, mondtam neki. Nem akartam, hogy bántson, és őszintén úgy éreztem, hogyha csak egyetlen rossz dolgot mondok. Ez a kölyök lecsap engem. Nagyon ideges volt, és folyamatosan a késsel hadonászott körülöttünk. Fenyegetésképpen, amíg befejeztem a kezem megkötözését. Arra figyeltem, hogy a lábam csak lazán legyen megkötözve, hogy még mindig tudjak küzdeni ellene, ha bármi egyéb ötlete támadna. Aztán a pénztárcámat a kocsiába vitte, majd egy okos telefonnal tért vissza, és videózni kezdett engem. Nem tudom, hogy a saját beteg gyönyörűségére vagy másokból tette, de túlzottan meg voltam rémülve ahhoz, hogy bármit mondják. Néhányszor leköpött, majd úgy gondolta, hogy véget ért a múkamára, és elment, mielőtt a férjem végre visszatért volna. Jó harminc percet feküdtem az ágyon kikötözve, amikor James betámolgott a szobába, őrjönkve, és egyben zavarodottan a történtektől. Azonnal hívtuk a zsarukat, De ha hiszik, ha nem... Még arra se vették a fáradtságot, hogy valakit kiküldjenek ide éjszaka. Ehelyett egész éjjel nem aludtunk, mert biztos voltam benne, hogy az a pszichopata gyerek vissza fog jönni. Elláttam a férjem sebeit, és igyekeztem nem gondolni arra, hogy végső soron itt ragadtunk a hegyekben pénz nélkül. James azt hajtogatta, hogy minden rendben lesz, de számomra túl nehéz volt most bármit is pozitívan látni. A rendőrök végül kijöttek és felétek mindent, amit elmondtunk nekik. Mindent megtettünk, hogy pontos leírást adjunk a futáról és az autójáról, ami segített nem, hogy pocsék a memóriám, mert csak két-három dologra tudtam visszaemlékezni ezzel a gyerekkel kapcsolatban. Fehérbőrű volt, baseball sapkát viselt és déli akcentussal beszélt, ami nem sokat segített. De a rendőrök megígérték, hogy értesíteni fognak, ha bármi fejlemény lenne az ügyben. És itt kellett maradnunk a következő napon és éjszakán. Minden nemű védelem nélkül. Tudom, hogy őrültség arra gondolni, hogy ez a pszichopata esetleg visszajöhet, de mondtam Jamesnak, hogy nem akarom ezt megkockáztatni. Ő pedig egyet értett. Elmondta az édesanyjának, hogy mi történt a mi Valentin napunkon. Ő pedig Pépalon utáltált át neki némi pénzt, hogy tudjunk tankolni. Az a felé azzal voltam elfoglalva, hogy letéltsem a hitelkártyáinkat, és hogy minél hamarabb elfelejtsem ezt az egészet. James viszont azt mondogatta, hogy mindkettőnknek önvédelmi tanfolyamra kellene járnia, aminek nem is igazán voltam ellene. Ez döbbentett rá, hogy ő éppen annyira meg volt rémülve, mint én azon a napon. Néhány hónappal később a társasággal való hosszas húzavonó után visszakaptuk a pénzünk nagy részét. E-mailben megemlítették, hogy ez nem az első eset volt, hogy az ügyfelek gyanús dolgokat jelentettek az ingatlannal kapcsolatban. Ha legközelebb vakációt tervezünk, én fogom kiválasztani a helyet. Ugrattam James-t. Őrület, hogy ma már évekkel később nevetni tudunk ezen. De Istenem, ha a dolgok másképp történtek volna, nem biztos, hogy most itt lennék. 2020 Valentin napja más volt, mert a családomnak el kellett költöznie február elején. Ezért elhalasztottuk az aktuális Valentin napot, egy márciushoz közeli időpontra. Aztán beütött a pandémia, és én voltam az első a családban, aki megkapta. A barátom azt mondta, hogy ettől még valentínozhatnánk az on és meg is beszéltük azt a következő hétvégére. Őszintén szólva úgy éreztem magam, mint egy gyerek, aki egy buborékba szorult. Készelme zavar volt nézni, ahogy mások jönnek, mennek odakint. Én pedig nem tehetem. Nem voltak tüneteim, ezért sem értettem, miért vagyok bezárva, mint valami bűnöző. Mégis a barátom Rabi azt mondta, hogy különlegessé fogja tenni ezt a Valentin napot, és ragaszkodott ahhoz, hogy ne hagyjuk ki. A körülmények nem számítanak. Elérkezett a szombat, és amint terveztem, bejelentkeztem a zumba, Mohon várva valami romantikus meglepetésemre a barátomtól. Őszintén nem tudtam, mi fog történni, de kételkedtem abban, hogy valami olyasmi, amit ő eredetileg eltervezett. Olyan szögben volt beállítva a kamerája, hogy az egész szobáját láthattam. Két ablak részlegesen nyitva volt, hogy bejöhessen a szellő. Ő egy bolondos, kék hasított bőringet viselt hozzáillő nyakkendővel. Gyátyák égtek az asztalon, és halk jazz muzsika szólt. Ez olyan gicses volt, hogy nem tudtam nem vihogni rajta. Hű, de szexi. Mondtam neki, igyekezve nem forgatni a szememet. Aztán egy virágcsokrot tartott a kamerába, és azt mondta. Rózsák, a kedvenced. Hát nem illatos. Ez elég talán vicc volt, mert a Covidnak köszönhetően teljesen elvesztettem a szaglásomat. És egy kis csoki neked folytatta felemelve egy tábla krémes csokoládét a képernyő közelében. Ekkor különös zajt hallottam az ő ablakán kívülről, mintha valaki sikoltott volna. Ő pedig azt mondta, várjak egy kicsit. Elhallgattam és vártam, még feláll, és kinézett az ablakon. Aztán rögtön észrevettem, hogy pánik kerítette hatalmába. Elfutott a kamera elől, majd hallottam, amint lerohan a lépcsőn. Ezek után kiabálást hallottam az ablakán keresztül úgy hallatszott, mintha valakivel veszekedne. Halára váltani igyekeztem kitalálni, mi folyhat oda lent, és a nevét kezdve kiabálni, remélve, hogy visszatér a szobába. Kb. fél órán át tarthatott ez, és már majdnem a hívtam. Amikor pedig visszatért a kamera elé, azt kívántam, bárcsak valóban hívtam volna őket. Ravióra óra vézett, a szemek körül fekete volt, és persze azonnal megkérdeztem, mi történt. Valaki ellopta a kocsimat. Felelte. Igazán sajnálom, de már nem kell. Másnapig nem is hallottam róla. A rendőrök megtalálták a kocsiját a lakhelyemtől nem messze leparkolva. Szerintük a tolvaj aktiválta a GPS-t, és elhajtott oda, ahol Rábi legutoljára járt. Gyanakodtam, hogy talán engem akarnak legközelebb kirabolni. A zsarok azt mondták, hogy puskapornyomok maradványait találták a kocsiban így a tolvajnak lehetett egy nemrég megtöltött fegyvere. Rabi megerősítette, hogy rá is lőtt, amikor próbálta őt megállítani, amitől még inkább összeszorult a szívem. Én nem hallottam egyetlen dőrenés sem. Nem tudom, miért az utolsó pillanatban hagyta el a kocsit, de Rabi bevallotta nekem egy hónappal később, hogy úgy véli, tudja, miért lopták el mindjárt az első helyről. Van számodra egy-egy és meglehetősen drága volt. Nem tudom, miért nem gondoltam arra, hogy behozzam, de ott felejtettem az anyósülésem. Azt hiszem, ezt akarták. Ismerte be. Ez volt igazán egyszerre a legromantikusabb és a legkevésbé romantikus Valentin amit valaha átéltem. Egy héttel a Valentin előtt történt. A középiskolás napok lassan teltek, mint mindig. Egy jó kis Valentin dologra készültünk. Az iskolai öltöző szekrény ajtaján kis szellőző voltak, és minden évben a második és harmadik óra között az iskola adott mindenkinek egy extra fél órát, hogy becsúsztathassa azokat a béna valentíni kártyákat az emberek szekrényébe. Én soha nem vettem részt ebben, de mindig kidekoráltam a szekrényemet a nevemmel, mint a legtöbben. Azért, mert az emberek gyakran adtak édességet. Úgy értem, egészen nagy darab édességeket, és nem akartam erről lemaradni. Tehát a nagy nap előtt az első padban, és amúgy félgőzzel megcsináltam a névkártyámat, hogy kiragasszam a szekrényemre. Majd amikor eljött a nagy nap, figyeltem, hogy mit fogok zsákmányolni, ami alatt a titkos imádókat értem, akik egész nagy tábla csokoládékat adnak. Valentin napon a negyedik óra után, amikor megszólalt az ebédszünet jelző csengő, úgy határoztam, hogy megállok a szekrényemnél, hogy vessek egy pillantást a diabetikus bounty -ra. Ám csupán egyetlen dolog volt ott, és ez nem édesség volt. Egy összehajtogatott füzet lap volt a bent. Úgy festett, mintha egy újságból tépték volna ki, és a felső hajtáson vörös volt látszott. Első pillanatban csalódott voltam, de a kíváncsiságom arra késztetett, hogy kibontsam az ezüst papét, mielőtt egyáltalán végig gondoltam volna, mit csinálok. Ahogy ezt megtettem, egy lány ment arra, és elállt a lélegzete, de aztán továbbment. Ez furcsa és ügyetlen helyzet volt, de nem gondoltam semmi különösebbre abban a pillanatban. Úgy láttam, egy egyszerű üzenet van belecsomagolva. Így szólt. Low water heat. Este tíz óra. Már egy ideje. Ennyi. Se név, se aláírás. Se X, se O. Bárki is az, hogy gondolta, hogy oda megyek. Egyedül, ahhoz az öreg híthoz ráadásul éjszaka. Megőrült? Arra tudtam csak gondolni, hogy a gondok tette ezt be a szekrényembe, aki valami nagyon illegálisat akar tenni velem. Már majdnem eldobtam, de előbb még megmutattam a barátomnak, ítvennek. Ethan vetett rá egy pillantást, majd ugyanolyan döbben tarcot vágott, mint az a lány, aki elment a szekrénye előtt. Mi az? Tudsz valamit erről? Kérdeztem. Talán. Mosolyodott el. Úgy tűnt, mintha rá akarna beszélni. Éten az a típus volt, aki mindig viccelt. Elmehetsz, ha magaddal viszel. Még mit nem. Így szokták megölni az embert. Nem hittem el, hogy azt akarnám menjek el oda. Bíz bennem, nem fogsz megsérülni, vagy ilyesmi. Mondta, látszólag aggodalmasan, amit én még mindig elutasítottam. Elviszem a pupuskáját, és mi van, ha betuszkolnak egy pedofil mikrobuszába? Hajthatatlan maradtam, ő pedig elgondolkodott egy pillanatig, majd végül a szemét forgatva így válaszolt. Száz dollárt fizetek neked, megvédelek, és fizetek neked. Hol biztosan? Csak oda kell mennem, mert meg akarok ott nézni valamit. Eddigre már túlcsordult a kíváncsiságom, így hát feladtam. Jól van, néztem rá. De Istenre esküszöm, hogyha ez egy hülye vicc, én átdoblak téged annak a hídnak a korlátján. Iskola után kb. este kilenckor azt mondtam a szüleimnek, hogy fáradt vagyok, és korán akarok lefeküdni. Bementem a szobámba, bezártam az ajtót, és kimásztam az ablakon. Étenék háza felé vettem az irány. Csak néhány tömnyire lakott tőlünk, aztán együtt elindultunk a Low Water híd felé. A Low Water híd egy helybeli régi híd volt, amely már nem volt igazán haszna vehető. A régi időkben egy mély patak felett juthattak át rajta az emberek. Ma azonban szó szerint nem volt alatt a víz. Kiszáradt, még úgy is, ha esett az eső. Az egyetlen, ami alatta folyt, egy két hüvelyknyi ér volt. Ezért nevezik Lowvader, azaz sekélyvíz hídnak. Emellett senki nem is hajtott át felette. Annyira félt mindenki, hogy a híd esetleg összeomlik, még akár akkor is, ha valaki átment rajta. 45 perc gyaloglásba került odaérnünk. A legnehezebb az volt, amikor el kellett bújnunk a bokrokba. Valahányszor autó jött arra, csak nem olyan volt ez, mint egy kiárási tilalom. Valaki biztos gyanakodni kezdett volna, ha meglát minket, és amilyen az én szerencsém, az pont egy zsaru lett volna. De szerencsére senki sem látott minket. Különösen vacakolás nélkül eljutottunk a laobból -e hídhoz. Amikor ott várakoztunk a közeli bozótosban, néztem, hogy a fahíd olyan rozoga volt, kés csoda, hogy egyáltalán önmagát meg tudta tartani. Miközben arra váltunk, hogy este tíz legyen, ítön furcsán kezdett viselkedni. Gyorsan áttát nézegetett a válla felett, a szeme pedig nagyra tágult. Egyszer csak nagyot ugrott, amikor valami apró állat mozdult meg a mellettünk lévő erdőben. – Mi van veled? – suttogtam. – Semmi ember, semmi, csak tartsd a szemedet a hídon. Nagyon nyugtalannak tűnt a hangja. Nem sokára tíz óra lett. Felálltam, kinyújtva elgémberedett érdemet, tíz perc szakadatlan guggolás után. Mielőtt keresztül mentem volna a hídon, étönhöz fordultam, és azt kérdeztem. Nézni fogsz engem egész idő alatt. Rendben? Persze, haver, ígérem. Olyan komoly volt most, nem pedig olyan, mint az iskolában. Hittem neki, de kezdtem ideges lenni. Elindultam próbálva halkan lépkedni, hogy halljam a környező zajokat. De csend volt természet ellenes csend. A lábam alatt lévő kavicsok halkrecsegésén kívül egyedül a saját lélegzetemet hallottam. Végül elértem a hét széléhez. Nem léptem még rá. Nem volt éppenséggel kedvem pont ma meghalni. Körülnéztem, hol lehet ítön. ő pedig kiemelkedett a bokrok közül. A kezével felém gesztikulált, azt akarta, hogy rálépjek a hídra. Nagyot nyeltem és folytattam az utamat. Az első lépésemnél nyikorgott a hét, majd visszhangzott is tőle az erdő. Ijesztő volt, úgy éreztem évekbe telne eljutni a közepéig. De abban a pillanatban, amikor ezt megtettem, megálltam, és hallgatóztam. Nem volt többé csend, egy nagyon gyenge hangot hallottam a levegőben. Ritmikus volt és magas, aztán egy pillanat alatt hangosabbá vált. Úgy hallatszott, mintha egy fiatal lány dúdolna egy dallamot. Fogalmam sem volt, miféle dallam lehet ez, de ez akkor nem is igazán számított. Aztán úgy hallatszott, mintha valaki jönne, az önmögés viszont minden irányból egyszerre hallatszott. Kezdtem pánikba esni. Ethan felé fordultam, némán kérve az engedélyét, hogy lemehessek a hídról. De amikor megláttam az arcát a bokrok között, összeszorult a szívám. A szeme tágra merett, a száját eltátotta, aztán hideg lehellet csapta meg hátulról a nyakamat. Kész voltam. Elrohantam onnan, meg sem állva, hogy megragadjam ítent, de szerencsére ő is rohanni kezdett, ahogy én tettem. Meg sem álltam a házunkig, ahol szószoros értelmében összeestünk a kimerültségtől. A következő tíz percben a ház előtt igyeben feküdtünk a hátunkon, próbálva lélegzethez jutni. Amikor végre képesek voltunk újra beszélni, megkérdeztem tőle, mi a fene volt ez? Ki volt mögöttem? Hatalmasra tágult szemekkel nézett vissza rám. Nem, nem, nem. Ez nem olyasmi volt ember. Szóval ez az egész igaz. Micsoda? Mi igaz? Azt mondtad, elmondod, ha veled megyek. Mi ez az egész? Kétségbe estem, vártam a választ. Aztán Ethan mindent megmagyarázott. Állítólag ez egy helyi város legenda. Minden évben talál valaki a szekrényében egy szetlit Valentin napon, amelyen vörös tús volt van, és egy üzenet, hogy menjen el a lovvadő híthoz, késő este. Senki sem tette még meg, ezért sokan azt gondolták, hogy ez csupán tréfa, és eldobták a papírt. A történet szerint az egész az 1980-as években kezdődött, amikor volt egy bizonyos lány, aki az iskolánkba jár. Senki sem tudja a nevét, ezért mindenki csak Liza Blacknek hívja. A társai zaklatták. Egy hideg február 14-i napon a vízbe ugrott Love Water Hídról, amely alatt akkoriban mély víz volt, ő pedig belefulladt. Ettől kezdve minden Valentin napon valaki talál egy papét a szekrényében, rajta a kéréssel és egy vörös rúsfoltal. Én személy szerint nem vagyok biztos benne, hogy hihető ez a történet. Nem tudom, hogyan lehetséges, hogy az elmúlt két évben nem hallottunk erről. Úgy értem, lehetett volna valóban téfa, amire soha nem derül igazán fény. De nem tudom megmagyarázni a minden irányból hallatszó zümmögést, és az íton arcán megjelenő halára vált kifejezést. Ez akkor kezdődött, amikor középiskolás voltam. 12 éves voltam akkoriban, így a Valentin nap volt a mindenem. Társasági gyerek voltam, és kedveltem egy fiút. Nevezzük Kenetnek. És őszintén azt hittem, hogy ő is kedvel. Akkor februárban minden évben ebéd után találtam kis cettiket, amelyeket valaki a szekrényen betett. Azt gondoltam, hogy ez furcsa, mivel az ő szekrénye távol volt az enyémtől. De hát én egy álmodozó voltam, és azt gondoltam, hogy viszont szeret, és eléggé kedvel ahhoz, hogy levélkéket küldjön nekem. Egy nappal Valentin nap előtt egy gyerek, aki nagyon sovány volt, és fekete kapucnis felsőt viselt Lion lógóval, a szekrényem előtt állva ellátta az utamat. Randiznál velem? Bocs, de más terveim vannak. Feleltem és odébb álltam. Ez nagyon fura volt. Később, amikor már hazamentem és megálltam, hogy vegyek valami édességet, megpillantottam valakit, aki olyan magas volt, mint én. Rajta volt a kapucni a Lion lógóval. Megvettem a csokit, és elindultam hazafelé. Felhívtam anyót, hogy elmondjam neki, késni fogok. Egy elhagyatott vasútállomás felé levágtam az utat. Csak azért mentem erre, mert késésben voltam. Ahogy mentem, egy bokor mellettem mozogni kezdett. És nem tudom miért, de attól kezdve, hogy láttam ott a boltban, félni kezdtem. A hazaút többi részét futva tettem meg. Amikor végre hazaértem, elővettem a telefonomat és egy szöveges üzenetet láttam. Ismeretlen számról érkezett, és fényképek is voltak róla, ahogy rohanok, és ahogy sétálgatok a boltban. Azonnal megmutattam őket anyának. ő pedig egyszerűen azt mondta, hogy valami baráttól jöhetett. Baráttól semmiképpen? Ez egyszerűen ijesztő. Másnap megmutattam a barátnőmnek a számot. Megnézte a számot, és azt mondta. Ez annak a furcsa gyereknek a száma. Tudom, mert megadta nekem, de én soha nem üzentem neki. Ez igazán megrémített. Még mindig látom őt az iskola körül, de valahányszor meglátom, mérgesen nézek rá, és igyekszem távol tartani magam tőle. Ehhez a történethez szolgáltatnom kell egy kis háttérinformációt. 180 centi magas vagyok, 16 éves, és egy Lettország nevű kis országban élek. Néhányan talán már hallottatok róla. Ezt a történetet eddig csak közeli barátokkal, vagy családtagokkal osztottam meg, meg a szüleimmel. Egy kétszintes házban élünk, és az én szobám a második emeletem van. A szüleim gyakran hagytak egyedül, mert munkaügyben sokat utaztak. Ez 2015 Valentin napján történt. Hideg téli éjszaka volt, és éppen szakítottam a barátnőmmel, tehát teljes mértékben egyedül őriztem a házat. Este nyolc óra volt, lent a földszinten néztem a tévésókat a Netflixen, amikor halkopogást hallottam a nappali ajtaján. Feleltem, hogy kinézzek, de kint nem volt senki. Egy óra elteltével megint hallottam a kopogást. Kikukucskáltam, de csak futni láttam valakit a bokrok mellett, ahol az út egy másik utcába torkollik. Arra gondoltam, hogy valaki meg akart réfálni, szóval nem igazán törődtem ezzel. Fél órányi tévézés után unatkozni kezdtem, így hát áthívtam a barátomat. Öt percnyire lakott tőlünk. Biztonsági okokból Jake-nek fogom nevezni. Jake alacsonyabb volt nálam és egy évvel fiatalabb. Átjött és videójátékokat játszottunk. Egy idő után pisélnem kellett, tehát felmentem az emeletre, hogy használjam a fődőt. Amikor visszatértem a nappaliba, Jake azt mondta, hogy kopogást hallott az ablakon. Nem voltam meglepve, és mondtam neki, hogy mielőtt átjött volna, én is hallottam a kopogást. Egy óra múlva újra hallottuk a kopogást, és figyelmen kívül hagytuk. Három perc múlva a lépteket hallottunk az emeleten, és ekkor kezdtek komolyra fordulni a dolgok. Lenémítottuk a játékot, a léptek elnémultak. Arra gondoltunk, hogy talán a játékban lehetett a lépéseket hallani. Így folytattuk a játékot, de ugyanakkor figyelni is próbáltunk. Aztán, mintha valami nehéz tárgy zuhant volna le a szüleim hálószobájában. Abba hagytuk a játékot, és jake felmentem az emeletre. Minden szobát ellenőriztünk. A szüleimet utolsónak. Bekukucskáltam, de semmit nem láttam. Vak sötét volt. Felkapcsoltam a lámpát, és bementem a szobába. Jake mögöttem jött. Jake ellenőrizte a szekrényt, én pedig minden mást. Amikor elhagytuk a szobát, eszembe jutott, hogy elfelejtettünk benézni az ágy alá. Tehát habozás nélkül megkértem jake hogy gyorsan nézzem be oda. Ő lassan bement, nyilvánvalóan egy kicsit aggódva. Benézett az ágy alá, majd gyorsabban ugrott fel, mint ahogyan valaha is láttam őt felugrani. Egyetlen szó nélkül kiviharzott a szobából, én pedig gyorsan leoltottam a villanyt és bevágtam az ajtót. Jake már lent volt, utána siettem. Falfehér volt. Kérdeztem, mi baja, és a válaszától összeszorult a szívem. Azt mondta, van valaki az ágy alatt, és tágranyét szemekkel mosolyog. Kirohantunk, és hívtuk a rendőrséget. Elrejtőztünk egy bokorban, ami a házunk előtt volt. Ahogy a vonalban voltam a rendőrtisztel, Jake és én láttuk, hogy a szüleim hálószobájának villanya felkapcsolódik. Kértem, hogy jöjjenek, amilyen gyorsan csak tudnak. Kb. 10 percig figyeltük a házat, de semmi mozgást nem láttunk belőről. Amikor a rendőrség végre kiérkezett, két rendőr bement átkutatni a házat, a harmadik pedig feltett pár kérdést. Egyszer csak a rendőr kilépett a házból, egy középkorú emberrel. Hosszú szakállat viselt, nagy véreres szemei voltak. Az arca tele volt vágásokkal és zúzódásokkal. Most már értettem, miért sápadt el annyira Jake. Az egyik rendőr azt mondta nekünk, hogy a férfi egy kés holdot magánál a zsebében elrejtve. A nyitva hagyott hálószoba ablakon keresztül tölt be. De hogy az ördögbe tudott felmászni a második emeletre? Fogalmam sincs. A rendőrség felhívta a szüleimet, akik azt mondták, hogy visszajönnek a városba, amilyen gyorsan csak tudnak. Eddig a napig semmi sem történt, de ma is liba bőrös leszek, ha csak rágondolok erre az esetre, vagy írok róla, mert úgy tűnik, hogy ha nem hívtam volna át akkor sem kellett volna egyedül töltenem a Valentin napot.